Akkor további jó estét kívánok mindenkinek. Azt kérem, hogy a folyosón jelbeszéddel közlekedjünk, vagy különösen az ajtó mellett. Most még nem adnám át a vitának, illetve a beszélgetésnek a helyet, mert még szeretném, hogyha két verset meghallgatnának. Az elsőt Kézdi György tolmácsolásában. Orbán Ottó. A dán királyi főszámvevő jelentése a Fortinbras and Fortinbras cég átvilágításáról. Az a legverőbb, hogy lehetett volna belőlük akár egy jó kezdőcsapat is. Jó időben született újszülöttek, egy új történet első mondatai, a tiszta lap, amelyen nem dereng föl a diktatúra vízjele. Nem lettek sem azok, sem ezek. Rókafiak nyomakodtak elő a rókajukakból, rókaagyakba való eszmékkel, hogy a történelmet góra játsszák, a vesztes pedig a legjobb sárba taposni, akkor legalább nem sokat pofázik. Rendőrállamban nőttek föl. Szabadságnak azt gondolták, hogy mától fogva a rendőr nekik tiszteleg. A népről meg azt, hogy vasreszelék, melyet egy mágnes vassal állíthatnak át a megkövetelt irányba. A fiatalság mindig a menny küldötte, kivéve azt, amikor nem, kivéve azt, amikor az ördög megvakítja, hogy ne lásson mást a folyóvizében, csak önnön tükörképét, mint a magába szerelmes narcisszus. Dánia, Dánföld, mindig is az volt, mindig is az lesz. Az államgép rohad, valami bűzlik, valami elveszett, a visszanemtérő esély. Polcról lopott koronát, olcsón megszámítunk. A szellem páncélja új, a módszer a régi. Ahogy a végkifejlet is, szerte szét a színen, hullák számolatlanul. Gyümölcshéj, kutyaszar, megégett könyvlapok. 1998. Egy kicsit régebbi. Körülbelül az 1800-as évek elejéről. Pálóczi Horváth Ádám. Az új donat, új policiát, ha kívánod. E világnak praktikáját, ha nem bánod. De vigyázva kell szólanunk, mert különben sokat félben is harapnunk, egyébben ránt Mostani világnak dolga csak olyan, mint Ebben mindjárt lészen dolga ki minden szint. Ki mindenkor akar nyerni, az többnyire kész akarva kell veszteni, de azonban ki nem tud jó levet csapni, és mindenképpen magas polcra nem fog hágni, hanem éppen szemmel, szóval csalogassad, szívedet ki nem utassad, ha van benned he-he-he. Ábrázatod változtassad, másik belső kedvedet alkalmaztassad, de csak külső. Sokszor így kell mérget falnod, azokat is csókolgatod, kiket inkább he-he-he. Ne higgy most senki nyelvének, hogyha mindjárt se léjnek, se pecsenyének, mert az is már felhővárat építeni, avagy embereknek hinni, hidd el, csak nem he-he-he. Sokaknak mosolok szájuk, mint belül a
vagy sírásra áll orcájuk, de csak fejül, azt vélnéd, hogy benned nyugszik, de szívekben kígyó fekszik, ha nem vigyázz. Ha fel akarsz akasztatni, csak parányit, ha pedig magasztaltatni úgy százanyit, erkölcsel most kereskedni, vétket pénzen kell megvenni, amit szíved. Keveset is kell szólani, s a többit el. Sokat tűrni és hallgatni is magában el. Minden dobbal, trombitával, jaj annak, aki magával, hallgassunk, mert... Thank you.